Filmes vagyok, de imádom a koncerteket. Voltam is egyen. Depresszión. Integettem is. Szabival beszélgettünk, aki kameratechnikus és profi. Aztán kamerát teszteltünk, vagyis nem teszteltünk, csak összeszereltük. Yee, come on! Depresszió? Te is jó vagy? Csak a Ferik. Akkor is felett, ha nem akarom! Ah! Szép volt a Tázlat Fesztivál. Jó volt. Jó volt. Jó volt. Jó volt. Tetszett. Te is fel voltál a színpadon? Nem, én most jöttem. Egy hátat láttam. Egy nem, ilyeneket nem csinál. Nem. Jó, akkor jó. Tehát igazából te nem vagy frontember típus. Nem. Nem miattam. Így alakult? Nem, hanem mert én nem vagyok a típusú személyiség, akire annyira figyelnek. Te mit csinálsz, Feri? Mi ez a sok cucc nálad? Így jössz bulizni? Feliség. Jön a hajnal! Sziasztok, mi vagyunk a Dávidok zenekar. Egyébként ez mi a anyám itt? Peti, kell csináljunk egy klipet, de még nem tudjuk, hogy melyik arra. De jövő héten állj elő egy koncepcióval. Hamarosan forgunk új Depi klipet, nem tudjuk melyik számra, nem tudjuk mikor, nem tudjuk mit. De jó lesz. I'm so sexy, sexy, sexy. Vagy nem? Nem unatkozom. Ne. Hát ilyen az, amikor határidős meló van, és egyszerűen tudod, hogy még dolgozni kell egy-két órát. Hogy a túróba kell ezeket a szírszarokat összepakolni? A képen látható módon helyezze a WC pereme alá a terméket. Nincs ilyen kis kiemelkedő műanyag fektetett fogantyúja. Ennek van, és ez ugyanaz. Tehát ez így oké. Okay. A perem alá kéne tenni, vagy bejebb tenni, nem tudom, mert ott van egy 5 centis szar. Se a képen nem így van, és persze egy YouTube-on sem, mert az ember megnézi ezeket, ez sem illeszkedik rá, hogy annyira különleges méretű vécém lenne. Nem nagyon hiszem. Srácok, mivel belekezdenénk, lehet egy gyors véleményem? Vagy egy gyors felvetésem? Biztos vagyok benne, hogy kellékesre szükségünk lesz, amivel eredetileg azért nem számoltunk, mert ugye kicsit egyszerűbb volt a koncepció, hogy biztos, hogy be kell vonni majd egy plusz embert. Nem tűnik nagy feladatnak, hogy beforgatni a termékeket, de mikor ott leszünk és csúszásban leszünk, és az egészre van mondjuk 2-3 óránk, ugye a sok helyszín, sok jelenet miatt, én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek lesz dolga a meglévő stábból. Jön a haverom a Trabiával. Oh, hello, taxi! Szevasz! Hogy vagyunk? Köszönöm, jól. Hogy mennyit fogyaszt különben ez a kocsi? Itt, hogy itt áldogálok a városba, sokat itt 12-t. És különben? Hát 11. Azt hittem, mondasz egy 8-at. És hova megyünk? Római part. Give a bit of to me, and I give a bit of to you. Forgattuk 2011-ben a Die Hardot. Yippee-ki-yay, motherfucker. És ugye meg lett csinálva ez díszletben is, vagy igen, ez a felüljáró. Aha. A felüljárónak a kerítése, vagy korlátjának az üvege, az ugye el lett adva a produkciónak. Ezt jól össze is törtük a filmbe. De az volt a cél, hogy össze kelljen törni? De a nyitó jelenet, amikor például az a G-Mercivel lejön egy ilyen felüljáróról, aha, át ilyen mindenféle autókon, és ez azóta sincsen beüvegezve. Ezt a hidat megépítették a Magyaródon, ahol a tényleges törészúzás történt. Értem. És itt az eredeti üvegeket vitték el abba a díszletbe. Jó, nem is itt törték össze, csak innen elvitték az üvegeket. Itt forgattunk itt, de itt nem, itt csak egy koccanás volt, tehát semmi. Az igazi törészúzás az Magyaródon volt, ahol fel lett építve. Szabi volt az első,
mondjuk úgy, hogy filmes, magyar filmes, akivel megismerkedtem, és aki az első kameravásárlásomnál segített. Akkor én még külföldön éltem, Ausztráliában hazajöttem, találkoztunk, az milyen szép barátság született ebből. Milyen fura belegondolsz, hogy akkor Schatzperkel ugyanannyian vannak, és egyet viszont szerintem nem is kell filmesnek lennül, tudja az ember, csak picit lenne kell nézni. Hogy a technikai szinte majdnem ugyanaz, amit az használnak külföld is magyar produkcióban, viszont a végeredmény tekintetében irgalmatlan nagy különbségeket lehet látni. Hang, kép, fényelés, hát utómunkás manipuláció, igen, minden szempontból. Igen, és ez nem csak az utómunk. Na igen, ez nem tud a választásám, szerintem senki nem tudja, és nem csak utómunkás fényelésre, meg egyéb képmanipulációkon múlik, a plánolás, igen, a hang, tehát egyszerűen volt olyan, hát, hogy... Az a külföldi filmekben is ugyanúgy a magyar kaszkadőrök vannak, akik vérprofik, meg a magyar filmben is mégis máshogy néz ki. A külföldi filmekben is nyilván ott megosztva, de ugyanúgy magyar hangjelenetek vannak, mint a magyarban. És a magyarban mindig utószinkron van, ha tetszik, hanem... Éppen öltözök fel, készülök valahova, YouTube megy, ugye már tudjuk azt, hogy nem csak az elején, hanem kb. A közepén, meg akár többször is ugye vannak reklámmegszakítások. Én nem nézem a monitor, csak öltözök, bejön ugye egy reklámblokk. Egy darab filmelőzetes volt, nem hazudok, kb. 3 másodperc után, azaz 4-5 szót mondott ki a szereplő, már tudtam az meg, hogy ez egy magyar játékfilm lesz. Ránéztem, teljes képernyőre volt kitéve, és simán láttam, hogy nem tudom már melyik magyar színész. Egyszerűen nem a hangjáról, mert ugye, hogyha egy külföldi filmet nézel egy magyar anyagon, akkor az ugye le van magyarra szinkronizálva, nem az volt a probléma, hanem egyszerűen az atmoszférát, a zajokat a zörejeknél, meg az egész masteringnél, keverésnél lehet hallani, baszki, hogy magyar. A magyar szakember gárda most teljesen, hogy melyik szakirányon nézik, az világszínvonal. És ezért jó most ez az eszmefuttatás, mert ez most nem arról szól, nem az a célja, hogy fikázzuk a magyar filmgyártást, nem, mert pont az a lényeg, hogy ugye a magyar filmgyártás magyar szakemberei ugyanúgy dolgoznak külföldi produkcióban, értenek a szakmájukhoz. Nagyon jó szakemberek vannak, nem csak az adókedvezmény miatt jönnek hozzánk külföldi produkciók, hanem azért is, mert tényleg jó a szakembergárdnak, és nem csak azért, mert olcsóbbak vagyunk. Nekem mindig a kontroll, előtte meg a sose halunk meg. Dénes haverom feljött Debrecenből Pestre, Metallica koncertre, nálam aludt, nézzük meg, mit csinál. Jó reggelt! Vécézel? Igen. Ó, hogy lehet az? Sok volt a nap a sör, de hogy áll a hajom, mert nem igaz. Nagyon jól áll. Nagyon szexi. Szél futt a haj. Na, milyen volt a tanácsod a koncert? Nem tudom, nem emlékszem. Dühöngés volt? Mindenki feszülten telefonozott. Hasó törlés következik. Jó, akkor megyünk. Hello! Szervusz! Hello. Isten hozott minket! Na Szabi, melyiket bontsuk ki? Én már nem vezetek ma. Melyiket, amelyik már meg van posadva, ezeket itt szihatod, ez szerintem itt van 10 éve. Azt itt meg nyugodtan, mész a WC után. Most jöttek vissza a kamerák, és töltem az aksikat, meg bennek is el a kamerák, úgyhogy ilyen előkészítés van. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak. Akkor tegyék rá erre a Sattler statívra. Igen. A Canon C300 Mark II-es. Ez a monitor unit nevezetű részegység, ami egyben a hang. Az audio, talált ki, hova kell bedugni. Azt nem mondta, hogy az audioba. Az audioba. Ki van ezt találva? Ez most 15 mm-es cső. Erre tesszük rá többek között majd a vélokkos hátfalat, fókuszmotorokat. Azt is majd látjátok nem sokára. Hogyha kézi kamerázunk, akkor erre teszem rá a foggantyút, meg a váltámaszt részt, a rekout, ott jön ki a ró. Az a hátfal, amit rátettél, az egy plusz akkumulátor. Igen, és akkor ezzel viszonylag sokáig el tud működni. Plusz erről fog tudni menni majd a kereső. Wireless fókusznak a motorja is, majd erre fogják kapni a tápot. Ez kérek szépen, ez egy 5-szoros monitor, ami kereső is egyben. Amit az operatőr nézél. Most mit teszel rá? Ez a táp. Kábel. A keresőnek a tápkábele. Hát ott tartunk, hogy van kb. 63 kábel rajta, és a kamera még nincs kész. És akkor ezt benyomtad, oda a vélok. Így van, itt van egy D-táp csatlakozó. Aha, tehát rögtön például ezt a fajta kis külső keresőt, ez már a vélokos aksiról. Így van, pontosan. És ez pedig HDMI kábel, hogy legyen is kép. Itt van egy jó kis Sigma optika, ami sajnos nem az enyém. Jönnek a motorok. Ez most az Irisre van programozva. És ez, amit most ráteszel, ez? Ez egy motor, amit most jelen esetben az Iris gyűrűre fogok tenni. És ezt majd vezeték nélkül fogjuk majd tudni
állítani az íriszt. Ide kell majd tennem. Ez a fókuszra fog menni. Mert nem fér el azon az oldalon. Túl közel van egymáshoz a két gyűrű. Az előző az irisz volt, ez meg a fókusz, ugye? Igen, és hogyha ez egy zoom optika lenne, minthogy nem az, de tegyük, az lenne, akkor van egy harmadik motor is, amit meg a zoomra tennék. Ez a fogaskerék ugye ide, a fókusz gyűrűre illeszkedik. Ezért motorosan. Így van. Alá cable lesz üzemmódban használható, így húzható van. Az élesség. És már most úgy nézünk ki, mint egy karácsonyfa. A motornak adunk tápot, hogy egyetlen... Aha, de kell a másik motornak is külön tárni. Azt meg innen tovább fűzzük. Értem. Igen. És mint lehetjük, a mikrofonnak itt a helye, ami nincs benne. Na, ez mi? Ez egy handheld készlet. Arm your camera, Tilta. Ez mennyibe kerül? Újonnan, boltból megvásárolva. Ez a Tilta. 180 000 forint. Úgynevezett hand grip adapter. Ez itt a kamerának a gyári hand gripje. Markolat, magyarul. Ezt itt szépen leveszem. És ide rátesszük. Ide lentebbre. Így van. Másik oldalra meg ráteszünk egy sima... Markolatot. Így az a lényeg, hogy nem ezen a kis testen fogja az operatőr. Így van. A kamerát, hanem kicsit ugye nagyobb teret kapunk. Majd az operatőr kollega kipróbálja és megmondja, hogy kényelmes neki. Ez a Tilta Madbox. Ez egy kínai gyártmány, ugyanaz, mint a wireless fókus. Szűrőtartó. Tehát hegyet kihúzunk, de be lehet tenni akár ND-szűrőt. Ez a hátfal, ez azért kell cserélegetni, mert minden optikával, a legtöbb optikával más ez az átmérője. Ez ilyen esetben 95 mm-es. És rátettük az optikája a Madboxot, ami részben azért kell, ugye, hogy a szűrőket bele tudjuk tenni, ha akarunk egyet vagy többet részben. A beverő. Igen, a napbeverést, ha nem akar az operatőr, rendező, produkció, koncepció. Ne, van. Ez egy egyszerű clip-on Madbox, ennek csak a tetejére lehet tenni. Aha, komolyan. Akkor ez egy irányból beszél esetlegesen a napbeszűrődés. Most egy kereső, így van, így ez meg egy kis monitor. Kinyitjuk akkor. Így van. Melyik a jobb? Az a külső Small HD? Mindig a sajátja a legjobb. Vagy a sajátja. Igen, egyébként a sajátja. Bekapcsolom. Ez a fókusz vezérlő, ugye? Kis folyó fókusz. Jó nagy. Húzogatod, de jó. Ez a fókusz. Ez meg az mutasd. Az a fókusz skála, ami itt van, azt elvileg ide kéne nekem másolnom. Ugyanaz a skála, akit meg kell jelenni, ami itt van. Uh-huh. És akkor szépen lehet húzni az élét, illetve az íriszt szintén, az meg ott a másik. Itt van két markolat. De jó, mehetsz gyúrni bele. Így van. Ezeket ide lehet tenni, ezeknek a helyére, ide meg ide. Hogyha most itt van a kamera vállán, tudja húzni a fókuszt, ezzel az íriszt, illetve egy szintén a zoomot. Aha. Ezt ide a markolat helyére lehet tenni. Tehát az egy... Ez egy plusz. Ez a folyó fókusznak az után, és a saját markolata? Igen. Közben akkor ráteszem a vágyálmadat, tessék. Itt van a pellenző, parancsolja. Jó, leveheted. Van súlya? Hát, van azért. Rákerül egy váltámasz, ugye az, hogy kényelmesebb legyen, és ne a... Fém csövekkel meg a szírszarokon legyen a kamera a vállán. És tök fura, mert... akkor valaki húzza már be azért a szobjon. Nem nehéz kézbe? Nem. Annyi, hogy nekem egy picit... hát az ez a távolság sok. De ezt bejjebb lehet fordítani így is, meg ezt is így. Aha, a Canon karácsonyfa. Szabi, végszóra, Satper kávé, meg tudod? Ítélni, vagy akár konkrétan kiszámolni, hogy ennek a kamerának így minden felszerelésével milyen értéke lehet? Oké, most én ezt nagyjából összeadom, mostani árát nézve, újonnan meg lenne minden vásárló vagyon ezekből, akkor ez a kamera ezzel a statívval kb. Nettó 8 kötője 10 millió forint között van. Optika nélkül? Tehát nagy játékfilmekről beszélünk, mint a játékfilmekről. Ez egy kifejezetten kedvelt, közkedvelt típus külföldön, tőlünk nyugatra. Tudsz mondani mondjuk egy-két olyan ismert a filmet, ahol biztos vagy benne, hogy használták? C500-assal forgattak, ennek az elődje, az a Need for Speed. Az C500-zal, meg... Az egész filmet, vagy csak B-kamerát? C500-zal, meg kell egy DC-vel forgatták. Aki ezt a kamerát, vagy ehhez hasonló kamerát, mondjuk egy sima C300-at, vagy egy C500-at szeretne bérelni, akkor az valahol itt a leírásban majd megtalálhatja Szabinak az elérhetőségét, ahol ez mind bérbe vehető. Köszönjük, Szabi. Egészségetekre, én köszönöm. Szevasztok!